rendeket. Na ugye, hogy a 471-es úttal csinálni kell valamit, mert azért késztem, mert a főúton alig lehet jönni. Még ilyenkor, amikor egyébként a forgalom gyérebb is, mint általában. Tehát ráfér a felújítás, és remélem, hogy a következőben erre is be tudom majd számolni pontosan a nagy közönségnek, hogy változás bekövetkezni a főút életében. De a mai témánk az nem lesz, hanem az, hogy általában egy erőteljes és fontos területen, és ez nem más, mint az energiaszolgáltatás területe. És ha megengedik, visszamegyünk egy picit az időben, mert tudni kell arról mindenképpen mindenkinek is pontosan, mi történt az áramszolgáltatókkal és a gázszolgáltatókkal 1990 és 1996-ban. Tehát annak érdekében, hogy tisztánlásunk, a beavatkozás szükségességét mindenki megértse, azt tudni kell, hogy 1995-ben az akkor egy-két éves gázszolgáltatónkat egész Magyarországon eladták, és a friss egy-két éves rendszereket adták el a könyv szerinti érték 40%-áig. Tehát a Horn bokros kormány a gazdasági csodafegyverét abban látta, hogy a lakosság pénzén, a magyar állam pénzén megvalósult beruházásokat a könyv szerinti érték 40%-ára adta el. De nacionális cégek, a múlti cégeink, akik egyébként a energiaszektor tulajdonosai voltak, azok belátással lesznek a magyar emberek tervéró képességére, és talán maguktól is segítenek, és nem lesznek partnerei az áremelkedés igazán kellemes világán. És nem így történt, és ezért kellett nekünk átgondolni, hogy milyen lépéseik lehetnek, annak érdekében, hogy csökkentsük az emberek, a családok költségeit, mert a rezsi költségről mindenki tudja, hogy Európában a legmagasabb arányú a családok jövedelméhez képest. E tekintetben kellett nekünk lépéseket tenni, erről majd képviselőtársam fog beszélni, te szintén szeretném majd is néhány szót váltani, erről nem kell. A legfontosabb, tudni kell mindenkinek, hogy ha 1990-96-ban a Horn bokros kettős nem adja el a könyv szerinti érték 40%-áért a gázházatunkat és a villanyházatunkat 50%-áért, akkor nem vagyunk ebben a helyzetben. És arról is tudnunk kell, hogy az elmúlt időszakban nagyjából az energiaszektor 1040 milliárd forint összegű nyereséget termelt. 1040 milliárd forintból azt legalább elvártuk volna, nem azt, hogy visszaadják, mert tudjuk, hogy a tőke az nem karitatív jellegű, azt elvártuk volna, hogy legalább biztonságos rendszer képülnek ki. Például nem történik meg azt, hogy egy 20 km-es szélnél is már a környékünkön, Nyiradonyban is már nincs áram. Nem történt meg az, ami minden más európai országban, nem helyezték biztonságba az áramrendszereinket, a kábeleinket, nem kerültek a föld alá. És úgy engedték meg az uniós forrásokat megvalósulni 2007-től kezdődően, hogy nem kötötték ki azt, hogy egy beruházás esetében, ha egy település központot vagy bármilyen település rész érint, köteles legyen a közszolgáltató elvégezni a szükséges beruházást. Azt is ráterhelték az önkormányzatokra, és nekik kell igazdálkodni. A kitétel is volt, hogy garantált 8%-os nyereséget hozzáillesztett a Horn kormány, tehát ha a fene-fené teszik, a nem tudom mi potyog az égből, akkor is a 8% garantált haszna ezeknek a nagy szolgáltatóknak megvolt. Na most nyilván valóságban nem 8, hanem jóval több volt ez a bizonyos profit. Ezért van ez a horribilis összeg egyébként, hogyha visszapörgetjük időben 95-től számítottan, 1040 millió, ez egy borzasztó összeg. És bocsánatos, kérek még egy dolog, 6 évig adókedvezményük volt. Így van. Tehát minden nem még adóval volt, föl voltak mentve. Tehát hol biztos bevétel, garantált nyereség és adómentesség. Szóval így a világon egyetlen ilyen balga ország nem volt még, pontosabban balga vezetései országra nem volt még, de tegyük mellé, ez nem volt balgaság. Nagy valaki azt gondolja, hogy ezt nem tudták, hogy ez kényszerpálya volt. Ez jól megfontolt tematikus lépések sorozata volt. Ez programszerűen történt, hiszen Magyarországot ki akarták szolgáltatni a multiknak, a nagy tőkének. Ez történt, és egészen 2010-ig ez történt Magyarországon.